Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, folytassuk a Dark Souls 3-ot, elmegyünk egy tónak az irányába, ahogy az előző résznek a végén ígértem, és ahogy azt is ígértem, most meg fogjuk látogatni a két kalandornak az egyikét. Megtalálkozunk egy olyan überbrutál nagy baszó fegyverrel, hogy bár ne találkoznánk vele. Na mindegy, szóval a parázslótó. Na nézzük, mivel állunk szemben, tehát nagy titanit, nagy titanit, nyílpuska, nagy rák, szemben boss, előtte egy őrző kukac, még nem látszik, jó buli lesz, futás! Ott van fent egyébként. Akkor a nagy dög. Ájj, bázzak. Hát azért vegyük fel. Nagy titanit, ahogy mondtam. Valamire azért kíváncsi vagyok. Tehát azt ott mozgatja valaki? Vagy ez full automata? Még sose néztem meg. Olyan, mint a full automata lenne. Tehát azt ki kéne kapcsolni. Na mindegy. Horász? Hol vagy horász? Hopp. Itt lesznek kristálygyíkok. Ha jól emlékszem. Ezeket is mindig jobbról kerülni, mert... elszöknek. Hé! Hé! Három vágás! Miért nem csak kettő? Az erősödni kéne meg a kardot is fejleszteni. Na mindegy. Ott van még egy gyíkacska. Őt is jobbról kerüljük. Erre az a tapasztalatom, hogy valamelyik, hogyha... balról kerüljük, akkor itt beszorul valahova titanit darab, és kiesik a pályáról. Csak arra nem emlékszem, hogy a lootot megkapjuk-e érte. Szia, horrász! Mi újság van? Henri már keres. Csak meg van zakkamba. A kurva anyádat. Szabad így viselkedni? Normális vagy? Hello! Mi? Na jó. Vegyük komolyra a figurát. Tessék szépen viselkedni, előbb még haverok voltunk. Előbb még haverok voltunk. Megkaptam a pajzsát, de jó, hogy úgyse fogom használni. Nagy titanit. Megint nagy titanit, ebből majd kardot fogunk erősíteni nem sokára. Na most, viszont csinálunk egy öngyilkos küldetést, ami nem másról fog szólni. Nem öljük meg még a kukacot, meg a bosst sem. Viszont a nagy nyílpuskának a segítségével ki fogunk robbantani egy falat. És most gondolom felmerül néhányatokban a kérdés, hogy miért is? Azért, hogy kiszedjünk a fal mögül egy gyűrűt, amit nem fogunk felvenni soha. Vá. Próbálom beazonosítani, hogy hol van a fal, de így nehéz. Hopp, 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 hopp. Jó. Azaz egy, kettő, és három. Ott van szemben, látom már. Azt fogjuk kirobbantani mindjárt. Hopp, 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 hopp. Na. Hú-hú! Eddig egész jók vagyunk. Mindjárt úgyis bonfire van.
Majd arra is el fog menni, csak azok a rákok ott parázslanak. Au! Ide lőjé, bázzeg! Itt a célkereszt! Lőjé csöcsöm közé! Kösz már! Megvan a gyűrű. Mindjárt megnézzük, hogy mit tud, csak először el kéne futni fedezékbe! Futás! Jön a nyíl! Na, szól, amit a gyűrű tud. Valami foltos. Nem kell. Ej. Ej! Szevasz, majd jövök. Ja, hogy ez pajzs. Oké, azt nem tudtam. Futás. Ide ugye nem lősz. Nem, jó. Az elsődleges célunk az az, hogy kikapcsoljuk fent azt a nyilat, megöljük a kukacot, az már másodlagos és harmadlagos, itt lent a boss. Viszont megnézem, hogy előtte tudnék-e szintet lépni. Tudnék bizony. Csak ez rohadt féreg itt hangoskodik. Ráadásul azt a férget muszáj megölni, mert dob egy Undead Bone Shardot. És akkor már mennyire lehet vinni az Estus? Plusz 5? Plusz 5? Na, szóval. Azt mondja, hogy eladunk. Csak eladunk. Ezt, ezt, meg ezt. Jó. Ashen van. Adjál szintet. Jó, adjál mondjuk életre. És egyelőre rámegyünk egy picikét az életre. Hopp. Itt szeretnék? Nem, ezt nem. Szén odaadása, igen, mert találtunk egy szenet. Used to forge the weapons of Farron's Abyss Watchers. Oh! A fine prize. I'm honored to be endued with it. Akkor most már dolgozzál nekem ingyen, jó? A few special gems. Praise the gods, hey? Time to put them. Na, ha már felajánlottad. Ja, várja! Oké, ez plusz 6. És akkor a Black Blade-et is tudnánk fejleszteni, de egyelőre nem. De arról nem volt szó, hogy... Menj már el. Jó. Na végül. Hogy ez itt maradt. Így. Hát ne két kardot vigyünk már magunkkal. Sejtettem. Na, viszont... A katakombákhoz azért megyünk vissza, hogy Henrival beszéljünk, de utána megyünk vissza úgyis majd a... Aj, az a rohadt izéhez, a boss melletti bonfirehez. Csak ugye Henrinak a sztoriát tovább szeretném vinni egy picikét. Gyere, gurulj már el, hello, csá! Tudom, megint kapok majd egy pofont tőle, de nem érdekel. Úgy átdodzsoltam, hogy észre se vette. Na. Ő hol van? A Leol híd mellett, fent jobbra. Oké. Okay. Aha. Aha. Jó, jó. Most azon gondolkodom, hogy a Wishing Pole benne van ebben a játékban. Úgy emlékszem, hogy benne van is egy baszott hosszú kard, viszont kurva könnyen törik. Akkor nem kell. Oh, Horace, where have you run off to? Have you abandoned me? No, what a horrible thought.
Elmondom neki, hogy mi történt. To think there'd be a lake so deep within these catacombs. What a relief. I knew that Horace was alive and wouldn't stray far. Thank you. We are both. Ez egy mindannyian egyedül vagy. This hardly expresses my gratitude. But it'll have to do for now. Please, take it. And may the flames guide your way. Ez az a gyűrű, ami életet ad minden megölt ellenfél után. Igen. Jó. Na nézzük azt, hogy ez a gyűrű, ez kell, ez is kell, az is kell. Még az a gyűrű, ami még ennél is fontosabb. Hát egyelőre nincsen olyan, úgyhogy maradunk így. Jó, semmi újat nem tudsz mondani. A legutóbbi mágiához elmegyünk, akkor vele beszéltünk, most elmegyünk vissza a tóhoz, és megyünk, úristen, hová? Jézusom! Szóval ahová most megyünk, az a démoni romok. És legyünk kikapcsolni azt a kurva nagy nyilat. Mert utána át tudjuk nézni az egész területet. Illetve... arra is van jó kis sok loot. Meg erre van a Black Knight's World. Meg pár finomság. Estus Shard is lesz erre ráadásul. Ó, a kurva nyádat. Áú. Kussaj. Milyen hülye hangja van? Titanit töredék, hurra. Parázs, hurra. Mondjuk az kell. Amivel most viszont meg fog gyűlni a bajom. Azok majd itt ők. Ők. Hárman vannak, ha jól emlékszem. A faszt. Négyen. Na gyere, haver! Mi? Nem. Vissza ne üljél már! Mi a szart csinálsz? Boostolod őket, vagy híleled? Mi a szar van? Íj, a rohadt mérgezős kurva nyárat. Az a baj, hogy így nem látom, hogyha jössz. Jó, hát ez baj. Na jól van, esünk neki! Jó, jönni fog ő mindjárt, nem kell itt aggódni. Mintha futna. Aha, ott látom a parást. Na jó van. Nem érdekel. Jó, titani töredék, nem kell, nagyot adjál. Gyere szépen! Uhuhu. Béna! Béna! Titani töredéket ad mindegyik, hát hihetetlen. Te is béna vagy, mint a többiek. Jó. Azt mondja, hogy itt el tudunk menni erre. És erre mi van? Ott pihen egy muksó, igen. És mielőtt tovább mennénk, itt balra, hát kukucskál a társa. Nagyszerű. Nem. Annyira gyűlölöm, amikor így ugrálsz a kurva anyádat. Mi más nem tudsz csinálni? Csak az a kurva patáiddal ugrál. Jó, ez a terület, ez ilyen szopó lesz, ezt már most megmondom. Ezt mindig gyűlöltem. Ja, meg a helyi boss is ráadásul. Na jó, van, őt a hátam mögött most békén hagyom.
Nem tudom, hogy mennyire gondolja úgy, hogy jó lenne, hogyha nem piszkálnánk egymást. Aha, meg anyátok picsáját. Meghalunk. Muszáj. Muszáj lesz végigverekedni magunkat rajtuk. És nagyon nem akarom. Gyűlölöm ezt a helyet. Ennél rosszabb már csak a következő hely lesz. Illetve a boss. Hát jó. De hallod, mennyit üssek beléd, hogy megszédülj. Titanit. Persze, most már jössz, ugye? Ne fordulj meg, és ne menj oda társaidhoz. Gyere vissza. Jobb most. Mi? De ne védekezzél már a rohadt anyádat. Na végre. Titanit töredék. Az kell. Ide jönnél? Tessék ide jönni! Amúgy le se szarja, hogy megdobtam egy bombával. Mondjuk ezt nem tartom igazságosnak, hogy ez a rohadt füst átjön a falon. Kicsikét unfair, de hát... A kurva anyádat, ha elbukom a szójaimat, akkor visszajövök és csak téged foglak megölni. Újra és újra. Na várjál, szóval... Geci! Meg ne ölj! Nem. Ezzel csak az a baj, hogy most boostolta magát. Nem! Nem! De gyűlölöm ezeket a dögöket! Takarodj! Kurva életbe. Nézd meg, és már megint ugrál a buzia. El ne kapj. Meghalsz. Ugrik. Jó, ez a terület itt ennyi, mert ott van egy lyuk, azon innen, erről az oldalról még nekem soha nem sikerült átugrani. Valószínűleg tartom, hogy akkor most sem fog sikerülni. Viszont, úristen, most ennyi ezt tudsz vállaljam be a következő területet? Hehehe, sziasztok! Igen. Au. Majdnem sikerült. Ej, de rosszul megy ez a rész most, te jó ég. Áú. Áú! Úgyis kurva kevés esztuszunk volt. Na, szóval! Újra itt vagyunk. Amit most csinálni fogok, az megint egy öngyilkossággal fog felérni.
Au! Gyere, haver! Ez mindjárt jobb, hogy van nálunk 10 esztusz, nem? Na. Hopp! Na, nagy titani. Parázs, és a Black Knight Sword, yes, yes, yes. Egyik kedvenc kardom a játékban. Viszonylag gyors, és baszott nagyot sebez. Na, titani töredék, persze az fontos. Oh, hello. Aha, ezt lehet, hogy nem így akartam. Hú, a kurva anyára! Te ilyen gyorsan ide értél? Ja nem, te egy másik vagy. Azt hittem, hogy onnan a sarokból ért ide ilyen gyorsan. Ilyen turbó. Kettő. Oké, ne csapdossam fölöslegesen. Kettőbe hal. Na várjál. Gyere, haver! Nice! Titani töredék, de legalább akkor nagyot adnál. Aha. Most itt erre el tudunk menni fel a lépcsőn, de az igazság, hogy ott van egy ajtó. És kerülővel ugyanott fogunk kiukadni. Csak hát ugye nem szabad, hogy életben hagyjak itt bárkit is. A kurva füstöt takarodj. Jó. Mondjuk ezért megérte. Valahova ide esünk le amúgy onnan fentről. Nézd csak! Fel, szárazon, tövig! Titani töredék, most már megkeresem azt a lyukat. Tehát itt esünk le. Aha. Jó, jó, jó. És akkor erre, itt van egy ember. Azt hiszem ez ember lesz. Ilyen, pahás. Felvettünk egy pahazsat. Aztán a következő rész, meg erre jön a lépcső, egy bonfire, egy Estus shard. De én előtte begyújtanám. Igen. Sőt, nem, hanem először eljövök inkább erre. Áó! Áó! Hát de elugrottam! Hülye a kurva anyádat! Mi történik? De mi történik ilyenkor amúgy? Tehát... nem tudom feldolgozni. Meg az sem, hogy miért nem akkor dodzsol, amikor a gombot nyomom. Gyűlölöm, amikor úgy kapok beütést, hogy... a játéknak a fassága miatt. Nézd csak a kurva anyádat! Ez milyen? Én is tudok ám ilyen nagyokat sebezni. Na. Titanit töredék, de mondom, akkor legalább nagyot adjál. Na, erre lesz egy kristály egyik. Nem titanitot fog dobni, meg nem is rizét. Hanem valami mást. Drága kő, káosz. És nem, ez a kő, ez nem a Chaos Blade-hez kell. A Chaos Blade az majd... soká. Az még nagyon soká lesz. De az sem biztos, hogy megcsinálom a Chaos Blade-et. Még mindig nem néztem utána amúgy, hogy melyik a legerősebb katana a játékban. Hát te hülye vagy, bazd meg!
Mérgezés? Te hülye vagy? De ne védekezzél már! Maró hatás! Ez már toxik a kurva életbe. Hát akkor most már mindegy, nem? Mondjuk ezt még itt nem szoptam be így, hogy toxikot kapjak. Ez tekercs lesz, úgy emlékszem, igen. Azt majd odaadjuk nekik, valamelyiknek. Ezt is felvesszük. Jó, akkor itt ez a rész itt ennyi. Most jön az a rész, amit nagyon fogok utálni. Majd leülünk. Megszintetjük, elutazunk a shrine-ba, és felszintezzük egy picit a karaktert. Mert azt muszáj. Jó. A szint, az pedig... Nem. Kell az élet. Jó. Na, szóval. Te már remész, te elmész arra. Nagyon jó. Itt van egy titkos fal. Illetve itt van egy csomó cucc itt fent. Ezekkel nem kell foglalkozni. Ami viszont fontos, az ez. Itt át lehet ugrani. Csá, haver. Csá, neked is. Hehey, júha. Meg azt mondja, au, au. Na. Ha-hi! Au. Au. Hagyjatok békén. Most egyelőre velük nem nagyon akarnék foglalkozni, hogyha igen, akkor itt a bonfire közelében, de nem, nem itt megyünk el, hanem itt. Ide szépen lehuppanunk. Ja, hogy le kell jönni. Aha. Mi? Ja, itt van. Oké. Már azt hittem, hogy nem vettem észre, azt elszaladtam mellette. Szóval... Nem. A terület az még messze sincs kész, tehát... Ez egy picit odébb van. Nya! Szóval... Ami most nekünk kell... Egy kis szerencse. Igen. Mert azt ott fel kell vennem. Ugrik a kurva életbe? Szállj le rólam. Jó. Az Undead Bone Shard megvan. Rossz felé jöttem. Nem ide akartam bejönni. Hanem ide. Jó, itt le lehet ugrani a parkányra. Rá is ugrunk. Nagyon jó. Hú! Anyád, hanyan vagytok? Ti minden rajongóim vagytok? Anyádat. Ú, ez most nagyon rosszul jött ki. Ez de most nem arra céloztam, hogy a nézőim patkányok. Vagy bármelyik rajongom. Nem, egyikötök sem, az mindannyiótok nagyon rendes. Amit viszont az évek alatt nem tudtam meg sose, hogy ide hogy tudok bemenni. Mert ott a bal lábában vannak itemek. Szevasz, patkány. Csak mintha kötelező lenne, hogy megtámadjanak.
Ez a másik útvonal, csak kíváncsi vagyok, hogy... Áú! Áú! Hogy erre van-e valami. Aha! Tehát semmi. A semmiért jöttem el erre. De picit biztonságosabb az az út. Hosszabb, de biztonságosabb. Bár a fene tudja, mert itt is vannak azért patkányok. Ezt szépen bepuszíjuk. Aztán lemegyünk és megyünk tovább. Szóval ugye itt nem a lépcsőn megyünk le. De majd a... Na bár nem. Ez az? Na igen. Jól emlékeztem. Ezt kinyisjuk. Van benne 3 darab nagy titani töredék. Nagyon jó. 3 darab? De sok. Ez egy bot. Ezeket meg még mindig utálok. Triple kill. Anyádat? Meg nem meri átkozni, mert instant agyvérzés. Jó. Mi ez a sok izé itten? Ennyitek már. Húzzá innen. Kétszer nyomom meg, miért ütsz 3-at? Jó. Lehet, hogy már remeg az ujjam. Aj, bakker. Elmenjek erre, de itt meg fogok baszódni. Nem akarok arra elmenni. Ott van egy kurva nagy lovag. Kurva nagy armorral, pajzsal, meg karddal. Talán innen lent, vagy fentről lehet is majd látni. Hopp! A kurva anyádat. A lenti lovag ehhez képest, izé? Egy tank. Ez kismiska hozzá képest. Hopp, egy analiti! Tehát ez egy macska Jancsi a lentihez képest, ez tök easy. De ami lent van, no az. Nem tudom, innen lehet látni. Nem akarok leesni. Nem igazán. De nem akarok lemenni. Mindjárt ide eljövünk, megnézzük, hogy nem látszik-e. Nem igazán. Pedig ott van az lent. Nem. El van bújva. Vele nem vagyok hajlandó harcolni, mert felér egy boss harca. És pedig nem az. Na, azt mondja, hogy szépen felmegyünk. Itt oldalt lesz majd egy item. Nem akarom felvenni, mert fölöslegesnek tartom. Mert egy nagy darab nyíl. Illetve így, bocsánat. Nem mindegy. Hogy nyíl vagy így. Ott. Ah, faszomba bele. Mondtam. Ezért nem akartam életet bukni. Már mindjárt végzünk. Jók ezek a hangok. Bíztatóak. Igen, ide is el tud lőni! Menjél, mi a hello! Nájj meg! Hey! Jó, itt most már azért viszonylag nagyobb biztonságban vagyunk. Ide nem tud belőni, viszont. Hello! Megállnál végre? Álljál már meg, mielőtt bevonzod a többieket? Hát te hülye vagy. Gyere már! A kurva szádat. Jujj!
nem, jó. Akkor most rád rohanhatok. Anyád, milyen driftelték? Hello! Anyád. Jaj, hogy meghalt együttésben. Nagyon jó. Csak kíváncsiságból nem akarom használni. De én ezt még soha életemben nem tudtam felvenni. Tehát ezt most dobta nekem a játék először, amióta játszok vele. Menőn néz ki, csak nem tudom, hogy ér-e valamit. Na, viselkedj. Tessék szépen meghalni. Mondjuk erre rátöltünk, igaz, hogy nem volt olyan hú de vészes. A vészes az ez, hogyha észrevesz mind a kettő. Aha, nem hal bele ennyibe. Áó! Oké. Okay. Tehát tudjuk, hogy egy teljes sorozat nem öli meg. Au. Csak ki kell tapasztalni. Ó, és visszakaptunk egy esztuszt. Nagyon jó. Na, és akkor itt vagyunk ennél a nagy nyílpuskán. Alig, tehát mindjárt izé zsebre vágom, hallod, olyan picike. Na, ezt kapcsoljuk ki nagyon gyorsan. Oké. Kiáll belőlem a csuklomból egy kés. Eltűnt. Na. Ez a terület akkor. Ott nincsen semmi. Úgy emlékszem, hogy itt vagy New Game Plus-ban, vagy valamikor itt van item. Valamelyik oldalán. Akkor sima New Game-ben nincs ott. Anyádat! Máskor halljak is már bele, jó? Na szóval. Ott van egy rák. Az ott még mindig a boss. Igen. Jó. Akkor. Oh, Istenem, ez fájni fog, de nem érdekel. Nagy titani töredék. Azt kell egyetem még a karthoz. Mert van belőle már 6. Most vagy, au, a nyelvem. Vagy 6 darab kell belőle, vagy 8. Vagy már nem is ez. Majd megnézzük, úgyis mindjárt megyünk vissza a shrine-ba. Csak először őt még megöljük. Mondjuk lehet, hogy beveszi a negyediket is. Nem, a negyediket nem. A negyediket nem szabad. Csak 3. Igazából ott is maradhatnék, de hogyha nem mozdulok meg, akkor megváltozik a movesetje egy picikét, és mást is csinál, mint ezt a tekerődzést. Akkor elkezd sokkolós csinálni, elkezd csapdosni össze-vissza. Ott teljes biztonságban vagyok minden ellen, csak akkor nem fogja ezt csinálni. Úgyhogy mozogni kell mindenféleképpen.
Jó lenne tudni, hogy mennyi élete van. Á, már nincsen sok. Áj! Aha. Már csak egyetlen egy ütés kellene szerintem. Hé, haver, mi lenne, hogyha... más is csinálnám? Ez az! Jó, most meghalsz. Mondom, én egy ütés kellett már csak. Undead Bone Shard. Nagy titanit töredék. Akkor ez így már van 7 darabunk. 19 ezer szól, abból lehet vajon szintet lépni, vagy már 20 ezer feletti kell. De viszont vettem fel egy csomó zseblelket, és amúgy is vissza kell menni a shrine-ba, mert van Estus shardunk is, Undead Bone shardunk is. Úgyhogy mindenféleképpen visszajövünk, és hát nem tudom, megpróbáljam ezt a boss-t megölni. Az a baj, hogy olyan szinten gyűlölöm és köcsög és fúj, hogy ezt elmondani nem lehet. Hát először elnyomom ezt. 10 000. Hát nem ezt kellett volna elnyomni, na mindegy. Jó. Tudom, már nem úgy skálázza, de... most, na. Találtam hamut neked? Nem. Mit tudok venni tőled? Aj, titanit töredék kell a francnak. Megnézzük a kardot. Na. Titanit darab kell hozzá. Egy van. Honnan a faszomból fogok én szerezni titanit darabot? Na, most tényleg. Jó, akkor ezt a kardot egyelőre nem. Fogalmam sincs, honnan szerzünk titanit darabot. Ja, hogy volt nálam 2. Ah, értem. Ezt jó tudni, hogy 2 Undead Bone Shard volt nálunk. Akkor van 11 flaskánk plusz 6-osban. Akkor még kell 4 darab shard, meg Undead Bone Shardból kell abból is 4. Jó, 8473 szóllal bemegyek bosztolni. Aztán vagy sikerül, vagy nem. Azt tudom, hogy ez a boss az Abyss Watchers után a második legszemetebb. Illetve hát nem úgy, de én mindig ezzel szívok a legtöbbet. Tehát ilyen hót egyszerűnek néz ki, mert azért ilyenből már öltünk meg jó párat. Csak a gond az ott kezdődik, hogy ilyeneket csinál. Kurva nagy neki a területie. És beleakadok mindenébe. Nézd meg! Ezt mondom, olyan szinten bele lehet akadni a kis rücskeibe, meg mindenébe. Ó. Au. Gyűlölöm ezt a boszt. Á, persze, hívja csak a meteor záport. Á, nincs semmi baj. Sőt, a tüzes karikát is még mellé.
Ne! Mi történik? Jaj, a rohadt életbe! Ja, itt a tüzes karika. Már pont hiányoltam. De beleakadok mindenébe, hello! Ez el fog tartani ideig. Ezért utálom ezt a bosst, mert nem lehet átdodzsolni a lábak között. Ha úgy tartja a fegyvert, nem tudsz átdodzsolni se felette, se alatta. Nem, egyszerűen beszorulsz alá, nem tudsz elmenni sem erre. A legapróbb kis, tehát a kislábúján a legapróbb kis tyúk szembe is basszus beleakadsz. Kezdésnek nem rossz. Meg a kurva anyád. Nézzek, hallod is? Hozzá se tudtam érni. Ez korrekt, ugye? Addig-addig csinálja bazd meg, míg beviszek magammal egy fantomot. Vagy kettőt. A kurva életbe. Ja, amúgy buktam 8000 lelket. Na, egy ütés már kapott. Juhu! Hát de baszd meg! Nézzek, és nem tudok kidodzsolni, baszd meg! A, csinálja a faszom karikáját. Baszki! Mi ez az izé? Az egész pályát átokádod? De, nem hiszem el, baszd meg, hogy belakadok mindenében most már tényleg. Megint a karika. Megsúgom, hogy ennél a bossnál volt az, hogy majdnem eltörtem egyszer a kontrollert. De baszd meg! Hallod? Ugrálok kifelé, nem zavar? Nézzek, hallod, mindenébe elakadok! Gyűlöllek! Hát ezt nem hiszem el, baszki. Hogy lehet valami ennyire geci? Persze, megint a karikáidat.
Meg nem, nem most törj meg. Ó, persze a meteor zápor, az kell, mert az olyan jó támadás. Aha, karikák. Juhu! Visszajön elvileg, igen. Tehát nem csak összeszűkül. Tessék szépen meghalni! Hajj meg! Hú! Szó 7500. Geci, ez itt 10-szer ennyit kellett volna kapni, 275 000-et. Jó, anyadik próbálkozás volt, harmadik. Az még egész jó teljesítmény tőlem. Mondom, legutóbb ilyen egy órát itt szívtam, ha nem többet. Táplálkozok, én mindjárt olyat táplálkozok. Aha. Az erőt is fel kell vinni legalább 20-ig, úgy emlékszem. Na várja, most töltem boss-t, ezek itt hol vannak? Sehol senki? Hát akkor nem beszélünk egyikkel se. Jó, bakker. A katakombákból kell indulni, ha jól emlékszem. Jó, menjek, öljem meg a következő bosst is. Nem! A következő boss-t a következő rész elejére hagyom, úgyhogy srácok, ez a rész ez ennyi lett volna, remélem, hogy tetszett. Ha így volt, akkor csapassatok rá egy lájkot, hogyha még nem tettétek volna meg, és szeretnétek, illetve szeretnétek támogatni, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és a következő részben találkozunk nem sokára. Addig is sziasztok!